bajban a végrehajtók feje, valódi reformot a népnyúzókra. A párthoz beérkezett információk szerint dr. Sádöl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak az elnöke, a végrehajtók feje előzetes letartóztatását tölti, felesége pedig házi őrizetben van. Tudomásunkra jutott az a tény is, hogy a nyomozásban több mint 500 végrehajtó is érintett lehet. A kialakult botrányos helyzet egyértelműen a Mi Hazánk mozgalom nyomásgyakorlásának az eredménye, mivel jönnek a választások, és a kormány kénytelen volt lépni ez ügyben is. Mivel a Mi Hazánk mozgalom már több mint másfél éve kergeti a végrehajtókat, akik hatalmas bevételekre tesznek szert a nemzet népnyúzásából, ez idő alatt rengeteget nyomoztunk a jelenleg működő végrehajtó maffia ellen, és a kialakult tényfeltárásban is részesek vagyunk. Mivel egyrészt bátorítottuk a bűncselekmény feltárásában segítkező végrehajtókat, akikkel kapcsolatban állunk, illetve ezen kívül a megfelelő információkat pedig eljuttattuk a megfelelő helyekre is. A végrehajtóknak az igazságszolgáltatás segédmunkásának kellene lennie, és nem mindenhatónak. A kormány által létrehozott szuperhatóság, a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága nem másra elegendő, mint politikai bebetonozásra és belső tisztogatásra. De ez eredendően a profitészséget nem szünteti meg. A Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként kezdeményezi a kizsákmányoló végrehajtói rendszer felszámolását. Az adósságot meg kell fizetni, de azt is le kell szögezni, hogy a végrehajtás állami és non-profit feladat. Nincs szükség a mögötte megbúvó végrehajtókra, akik olykor maffia módszereket is alkalmaznak, és a hatalmukat bebetonzó, átláthatatlan jogszabályokra sem. Ezért felszólítjuk a legfőbb ügyészt és a központi nyomozó ügyészséget, hogy ne titkolózzanak tovább, és hozzák nyilvánosságra, hogy dr. Sádöl György és felesége előzetes letartóztatását tölti. A Mi Hazánk mozgalom, ahogy bekerül az országgyűlésbe 4 hónap múlva, non-profittá fogja tenni a végrehajtást, hogy a továbbiakban ne profitorientált magánvállalkozásokként működhessenek. Ezzel pedig véget vetünk ennek a tisztességtelen és korrupt végrehajtói maffiának, mivel nem vezetői pozícióban van a helyük a bűnözőknek, hanem börtönben. A Mi Hazánk mozgalom pedig börtönbe is juttatja őket, és véget vet a nemzet népnyúzásából élősködő végrehajtó maffiának.